gazdáknak ezt a szünet utániket csinálunk. A következő percekben a Kiskohalasi Népdalkör Egyesület muzsikálnak. A Népdalkör 2001-ben alakult meg. Vezetője, Sózó József, 2007 óta tölti be tisztségét. Megalakulásuk óta a tagok szinte teljesen lecserélődtek. Kezdetben csak énekesek voltak. A citerások később csatlakoztak, és muzsikájukkal színesítik műsorukat. Az évek múlásával énekelni szerető, jókedvű, szinte családias közösségé váltak. A citera muzsika kíséretével különböző tájegységről származó népdalcsoportokat tanultak, és adnak elő. A zenészek más hangszereken is muzsikálnak. Szaxofonon, klarinéton, harmonikán, de előkerülhet a hegedű, a gitár és a dob is. Repertoárjukban Dunántúlról, Tiszántúlról, Délvidékről, a Vajdaságból, az Alföldről, borosdalok több tájegységről, katonadalok, Kiskohalas környéki, Szomjasi Ferd György gyűjtéséből és az idősebb tagoktól tanult dalokat énekli. Ha lehetőségük engedi, örömmel tesznek eleget a városi és a környékbeli felkéréseknek. Ma, március 15-ére emlékezve katonadalokat és alföldi borostalsokat hallhatunk tőlük. Köszönjük szépen a meghívást, örömmel jöttek el. Jó szórakozást kívánnak mindenkinek. Fogadják őket nagyon sok szeretettel. Felkészül a Balotaszállási Citerazenekar.